Sziasztok! Ez a második napom Buenos Airesben, és készítettem az utamról, meg az ideérkezésemről egy videót, amit most szeretnék nektek megmutatni. Nem vagyok egy profi videós, úgyhogy ne várjatok túl sokat, ez az első hasonló projektem, úgyhogy majd remélhetőleg a későbbiekben, ha még fogok ilyet csinálni, akkor azok azért jobbak lesznek, vagy egyre jobbak. Ugye szerda délután 2-kor indultam Bécsből Amsterdamban, majd Amsterdamból este 9-kor tovább Buenos Airesbe, és tegnap csütörtökön hajnalba érkeztem meg. Neo kijött, értem a reptérre, behozott, most itt vagyok a szobámban, az albérletemben, amit ugye a munkatársam, az egyik munkatársamnak köszönhetően találtam, már ki is fizettem, most decemberig van szerződésem aláírva, addig eldöntettem, hogy szeretnék-e maradni vagy sem, illetve az albérlet kiadója is eldöntheti, hogy szeretné-e, hogy én maradjak vagy sem. Nem olyan vészes, bár nem ehhez vagyok azért hozzászokva nyilván, de Neomo azt mondja, hogy a többiekéhez képest nagyon jó ez a lakás, tágas, mondjuk az tényleg nagy, tehát a konyha innen az 30 méter, jó sokat kell oda sétálni. Majd fogok csinálni szerintem videót a lakásról is, de egyelőre még nincs olyan állapotban, mert ugye még nem pakoltam ki teljesen, mindenfelé vannak a cuccaim, meg még nem találtam mindenek helyet. Most akkor végül is megmutatom, hogy hogyan utaztam, miket láttam útközben. Aztán majd a későbbiekben pedig Buenos Airesről is ilyen első benyomásos videót talán csinálok, és feltöltöm, de ez még nem az. Egyelőre még pihenem az utat. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel! This aircraft, this will be done in English only. Should you have any questions, please feel free to ask the cabin crew.
namens de hele crew, dank u wel. We hopen u snel weer bij KLM aan boord te zien. Fijne dag. Most bevágok egy-két klippet az amszterdami reptérről, hogy ott miket láttam, mit álltam érdekesnek, hogy néz ki, merre mentem, mit csináltam, mert hogy amúgy eredetileg 5 óra, gyakorlatilag volt itt vagy 4,5 órám, még van még mindig 1 órám, kb. Kicsit több, úgyhogy rattúrá értem. Azt gondoltam, hogy tök sok mindent fogok csinálni, majd esetleg még dolgozok is, és nekiállok még a maradék prezentációknak, amiket jövő hétre kell csinálnom. De természetesen nem volt kedvem hozzá. Szóval egy kicsit elment az idő. A repülőúton is csak egy hangos könyvet hallgattam szinte végig. Aztán, amikor megérkeztem, akkor leültem tölteni a telefont. Ez vicces volt, mert leültem egy ilyen lábbal töltős, kerékpár tekerős töltő állomásra, de ott tekertem és tekertem és tekertem, de 1%-ot nem töltött a telefonom, nem tudom, hogy mit csináltam rosszul, azt csináltam, ami ki volt írva, úgyhogy valószínűleg rossz volt az állomás. Úgyhogy utána átmentem egy másik helyre, ahol csak azt vártam, hogy feltöltődjön 100%-ra a telefon, közben próbáltam betölteni egy filmet, kisebb-nagyobb sikerrel, egy 20 percet meg is tudtam belőle nézni. Aztán nem töltött tovább, aztán elment az internetem teljesen. Úgyhogy utána elmentem kajálni, meg kávézni, meg kicsit fájt a fejem. Úgyhogy bevágok egy-két klippet arról, hogy mit láttam. Tovább. Nem mondanám, hogy félútról, mert hogy még csak most jön a java. Ez a rész az, amiktől nagyon félek, hiszen 14 óra tömör repülés egyben, megállás nélkül, az óceán fölött. Soha életemben még ennyit, még a felét se. A leghosszabb eddig 5 óra volt, amit repültem egy húzomban. Az is elég durva volt, de ráadásul ez éjjel lesz. 9-kor indulunk, és másnap reggel itteni idő szerint 11-kor. Kint idő szerint hajnali 6-kor fogok megérkezni Buenos Airesbe. Most próbálok egy kicsit pihenni a 13 órás repülőt előtt, mert ahogy ismerem magamat, nem biztos, hogy olyan sokat fogok tudni aludni. De hát azért megpróbálok, persze, hát ennyi időt nem lehet egy húzamba csak üléssel és a fejemből kinézéssel tölteni, mert biztos lesz valami in-flight entertainment. Most megpróbálom megmutatni, hogy hol is vagyok, meg milyen jó kis helyet rendeztek idebe. Itt van egy ilyen játszótérszerűség. Mögötte meg egy ilyen
Inkább olyan, mint Győrben a Mobilis szerintem, ilyen kis interaktív, ismertető játékok. Ott például az a Hapsi valamilyen elektromos cuccal játszik. Mindjárt megnézem, lehet. És itt a másik oldalon vannak a járatok. És 21:05-kor megy az enyém, ugye, Buenos Airesbe, ami egyébként ott csak megáll tankolni, mert amúgy Santiago-ba megy tovább. Tök jó, hogy remeg a kezem, bocsi. Amúgy közben töltöm a telefont, meg a tabletet. Amint látszik, 21:05-kor egyszerre indul Tel Avivba, Buenos Airesbe, Chengduba, Invernessbe és Kopenhágába, valamint Prágába és Lyonba, valamint Birminghambe is járat. Érdekelne, hogy hogy oldják meg, hogy ez az összes egyszer szálljon fel. Ugyanis idefele késtünk, mégpedig azért, mert nem szállhattunk fel időben. Ott is néztem, hogy Bécsből is egyszerre két járat indult, az egyik Londonba, a másik ide Amsterdamba. Elvileg ugye 3:45-kor. Nem, 2:45-kor. Helyette körülbelül 3:00-kor indultunk el. Egyszer bemondták, hogy hát, hogy 20 perc voltunk csak elindulni, mert nagyon elfoglalt a lég Európában, Amsterdam és Bécs között. Nem kaptunk felszerelési engedélyt. Aztán mire megkaptuk, addigra elfogytak az utunkból a többiek, vagy ilyesmi. Úgyhogy itt is érdekelne, hogy ez a 6-8-10 járat egyszerre hogyan fog elindulni. Mert hogy gondolom, a légirányítók sem tudnak egyszer ennyi járatot felengedni, plusz nincs is annyi kifutó, bár hát mit tudok én, ugye? Nem értek ehhez. Anya otthon főzi, meg megyek Buenos Airesbe, NG, nem jó az a reklám itt. F9, ez lesz itt a gépünk. Jéj, jó nagy, kolják be a cuccokat. A gépet még nem láttam, főleg nem belülről. Az előttem lévő úr már bemutatkozott, majdnem összetört a bőröndömet. Mert egyszerűen nem akarta elhinni, hogy az övé és a feleségé egyszerre nem fog beférni az enyém mellé, még a fenti tartóba. És amikor szóltak neki, hogy nem fog beférni, és ki kéne venni, és azt kéne rakni a máshol, majdnem az enyémet rakta át. Mondom, az királyom volt, amit löp, ha be. De aztán végül is neki kellett átpakolni, és még mindig azt próbálják intézni, hogy ne kelljen olyan messzire pakolni. Egyébként nem emeltem senki. Remélem, ez így is marad. A tegnapi, amikor választottam a helyet, igazán a helyet már egy megvételekor kiválasztottam, de tegnap újra csekkoltam, és akkor soha volt még mellettem senki, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez így is marad. Heads up! Nem maradt. Nem maradt úgy. Kettő holland srác ültek be mellém, akik Argentinába és Brazíliába fognak az elkövetkező 4 hétben hátizsákos körutazni. Úgyhogy jó nekik, izgalmas. Úgyhogy ők ültek ott, de legalább jó fejek voltak, meg rendesek, úgyhogy nem volt velük gond, meg nem voltak hangosak se, ők is aludtak, meg azt csinálták, amit én, úgyhogy nem zavartak, csak nem volt sok helyem, de hát mindenki ugyanígy volt ezzel, de legalább én bent ültem a folyosó mellett, így a lábamat azért ki tudtam nyújtani. Okay.
Megérkeztem Buenos Airesbe, az úton nem csináltam videókat, vagy hát nem sokat, mert ugye éjszaka utaztunk, szóval nem is lehetett látni semmit kint. A járaton meg nagyon-nagyon sokan voltak, úgyhogy így annyira nem volt kedvem elővenni és videókat csinálni. Az út az nem volt túl kellemes, nekem nagyon kicsi volt a hely, ugye a két srác, ők belül ültek, úgyhogy őket többször ki kellett ugye engedni, hogyha mondjuk mosdóba akartak menni. Nem tudtam, hogy éppen kinyújtsam a lábamat, vagy behúzzam. Nem sokat tudtam aludni se. Igazándiból olyan hajnali egytől mindenki így elcsendesedett, meg mindenki már kikapcsolta a repülőgépen. Az előttünk lévő ülésben volt egy ilyen tablet, amin lehetett filmet nézni, vagy sorozatot, vagy játszani, legyen ön is millió most például. Úgyhogy mindenki végül is azt használta így az út elején, aztán mindenki egy idő után aludni tért. De nem nagyon tudtam aludni, inkább csak ilyen nagyon fél álomban voltam, vagy ilyen éber álomban. Bár azért telt az idő, tehát az volt, hogy egyszer ránéztem az órámra 2-kor, legközelebb 4-kor, tehát biztos, hogy közben így azért aludtam is, de úgy éreztem, hogy így nagyon minden zajra, minden neszre így felébredtem aztán, ráadásul főleg mellettem a másik oldalamon egy hát ázsiai származású család volt, akiknél volt egy kisbaba. Úgyhogy ők meg már így elég korán, ilyen 3-tól 4-től kezdve már fent voltak, és sokszor sírt, vagy nyöszörgött a gyerek, meg jöttek, mentek vele. Úgyhogy így az nem volt annyira jó. De mindegy, túl vagyunk rajta, így a múlt már kezd megszépülni. Úgyhogy azt követően igazándiból, amikor még már kaptunk reggelit, meg utána ugye leszálltunk, nem éreztem magam annyira fáradtnak, még bejöttünk ugye a városba, a Neo taxival kijött értem a reptérre. Bejöttünk, és elmentünk reggelizni, meg hát beköltöztem a szállásomra, találkoztam a bérbeadóval, aláírtam a szerződést, kifizettem a kauciót, meg az első hónapot. Mindent spanyolul beszéltünk meg, úgyhogy ez rohadt izgalmas volt. Ő csak így mondta, hogy tararararara, én meg így sí, no comprendo. Szóval azért tudok spanyolul, de azért ennyire még nem. Úgyhogy ez egy kicsit challenging volt. Nem vagyok benne biztos, hogy mindent megértettem, amit mondott. Meg abban sem vagyok biztos, hogy ő azt értette, amit én mondok, mert szerintem az inkább. Úgyhogy tegnap pihentem, meg rendezkedtem a szobában, ma meg már megyünk Mendozába délután, úgyhogy ennyi a program. Most ezt a videót szerintem befejezem, és a következő napokról meg majd új videót fogok feltölteni, úgyhogy örülök, hogy megnéztétek, majd még csinálok ilyet. Egyre jobb minőségben várhatóan, vagy remélhetőleg. Hello!